Bologna belvárosában vonultak végig az augusztus 20-ai ünnepségen résztvevők, célállomásuk pedig a Szent Mise helyszíne volt. A megemlékezésen Appelszoffer Ágnes, Tolna polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindennyiunk életében igen fontos esemény születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely meghatározza, hogyan is indulunk el az élet útján. Nincs ez másképp az államok életében sem. A magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény és sorsfordító időszak volt. A fennmaradásunkat garantáló lépés. Az addig vándorló életmódot élő őseink életében nagy megrázkódtatást jelentett. A kor magyarjainak fel kellett adniuk szokásaik egy részét, eredeti vallásukat és életmódjukat. Át kellett venniük egy új szokásrendet és egy új vallást, a kereszténységet. Szent István annak idején a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni. Egy erős, nyugati, keresztény államot alapított. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy jó döntés volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk, Európa szívében. Első szent királyunk hosszú távra biztosította államunk függetlenségét. Az általa lerakott szilárd alapok még a zivataros századainkban, az idegen uralma kilátástalannak tűnő helyzeteiben is képesek voltak megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket az önrendelkezésre, a függetlenségre. Azok az alappillérek, amiket Szent István király az államalapításkor lefektetett, a mai napig fontos értéket képviselnek a magyar emberek szemében. Szent István annak idején Európát választotta, az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, és elfogadtatta azt népével. Visszapörgetve történelmünk kerekeit, jól látható, hogy az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény, és e hit által egységes. Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható a rosszul értelmezett, szinte korlátlan személyes szabadság, a szolidaritást, közösséget nem ismerő individualizmus, szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása, a nemzeti önfeladás káosza kiszolgáltatottsághoz vezet. Nekünk, akik a keresztény hitre támaszkodva a rendet, a biztonságot és a nyugalmat helyezzük a középpontba, nincs más dolgunk, mint Szent István egekben nyúló kőszikláit követve tovább menni az úton, még akkor is, ha ezért támadnak bennünket, ha maradinak tartanak. Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt útról, nem szabad elvágni keresztény gyökereinket, meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan várost építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet. Az összetartozás ereje egy olyan értéket képvisel, ami a határon túli magyarokat is megérinti, ha az államalapítás ünnepéről van szó. A kenyérszentelés momentuma szintén egy fontos pillanat a hívő emberek számára. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját és adjon te néked új életet, a mennyei kenyér, ami Urunk Jézus Krisztus által, és áldja meg a mindennapi kenyeret, ami megtart bennünket az ő örök jósága és szeretete által. Amen. A szertartást követően a Appelszoffer Ágnes felszelte a megszentelt kenyeret, a misén jelenlévők pedig kedvükre falatozhattak belőle a templom kertjében.